Sziasztok, srácok! Ez egy nem egy szokványos videó, ahogy látjátok a beállítást, a minőség se az igazi. Üh, viszont üh, mindenképpen meg akartam csinálni. Üh, ez egy, hát láttátok ugye a, a borítót, ez egy rejtvények és talányok videó. Találtam egy nagyon érdekes dolgot, és, és üh, szerintem üh, nektek is tetszeni fog. Üh, ezt olvasnom kell, azért van ez a furcsa beállítás, és előre is elnézést kérek mindenkitől. Üh, mind minőséggel, mind más uh, egyéb tekintetben. Uh, amit most felolvasok, dolgot, azt uh, a leírásban uh, le is fogom írni, mert, mert uh, uh, csak így tud működni. Tehát ezt így nem fogjátok úgysem mindig visszatekergetni a videót, lehet, hogy valaki megteszi, de nem ajánlom. Tehát itt van a leírásban, amit felolvasok, ugyanis ez szükséges ez a dologhoz. Uh, a a tesztnek ez, ez, ez egy példa, és állítólag azt mondják róla, hogy ezt Einstein találta ki, ezt a, ezt a példát, ezt a feladványt Einstein találta ki, és állítólag az embereknek a 98%-a nem tudja megoldani. Állítólag. Tehát csak 2% tudja megoldani. Na most tesztelhetitek magatokat, hogy Einstein szerint, hogyha igaz a legenda, hogy ezt ő találta ki, Einstein szerint, hogy ti benne vagytok-e ebben a két ban A lényeg az lesz, hogy felolvasok tényeket, jó? Ezek lesztek itt, majd a leírásban. Felolvasok tényeket, és igazából lesz a végén egyetlen egy darab kérdés, és azt kell megválaszolni. Az egészben semmi trükk vagy huncutság nincsen, pusztán logikai következtetések alapján kell kikövetkeztetni a helyes választ. Na ez az, amire állítólag az embereknek csak a két képes. Természetesen itt a kommenteket blokkolni fogom, hogy ne befolyásoljak senkit, tehát hogyha esetleg valaki tényleg gondolkozni akar rajta, akkor még véletlenül se lássa meg a kommentben a helyes megoldást, hogyha esetleg valaki rájött, vagy vagy próbálkozik, vagy tesztel, vagy tippel. Viszont a megoldás az majd ott lesz, tehát igazából ide ide kirakom a, a gombot, hogyha ha nagyon eleged van már, akkor nyugodtan kattints rá, és akkor megkapod a, a, megoldást, hogyha végképp nem jöttél rá, jó? Ez mostantól kezdve így kint lesz végig, tehát nem lesz a végén ez a, ez a párperces ilyen zenés várakozós dolog, hanem itt végig lesz, és bármikor, mikor kíváncsi vagy rá, csak elindítod a videót, így középre beletekelsz, és akkor tudsz nyomni, kattintani. Tehát ez mostantól itt él. Na, akkor olvasom, olvasom a tényeket. Az első tény, hogy öt ház van, öt ház van, Különböző színű mind. Öt házban különböző színűek. Minden házban él egy-egy ember, mindegyik más nemzetiségű. Az öt tulajdonos különböző italokat fogyaszt, különféle cigarettát szív, és más-más állatot tart. Nincs két olyan tulajdonos, aki ugyanazt az állatot tartaná, ugyanazt a cigarettát szívná, vagy ugyanazt az italt inná. Azt hiszem eddig ez világos. Na akkor kezdjünk bele. A brit a piros házban lakik. A brit a piros házban lakik. A svéd kutyát tart. A dán teát iszik. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. A zöld ház a fehér ház bal oldalán van. A zöld ház tulajdonosa kávét iszik. Az a személy, aki pálmált, palmalt szív madarat tart. A sárga ház tulajdonosa Danhilt szív, tehát Danhil-féle cigarettát szív. Az az ember, aki középen lakik, tejet iszik. A norvég az első házban lakik. Az, aki macskát tart, amellett lakik, aki blendet szív. A blend, ez is egy cigaretta márka, blendet szív. Az, aki Danhilt cigarettát szív, amellett lakik, aki lovat tart. Az, aki Blue Master cigarettát szív, sört iszik. A német princ, Prince mint herceg, princ cigarettát szív. A norvég a kék ház mellett lakik. És végül, de nem utolsó sorban, az, aki blendet szív, a vizet ivó szomszédja. Na hát, ezek voltak így a a tények, tehát ezeket kell figyelembe venni. Itt lesz az infoboxban, a leírásban ezek így felsorolva, és az egyetlen egy kérdés, amit meg kell válaszolni, az pedig az, hogy melyik tart halat? Tehát, hogy melyik nemzetiségű lakó tart halat? Erre az egy kérdésre állítólag az embereknek csak 2%-a tud válaszolni. Ha adhatok egy tippet és egy tanácsot, én biztos, hogy azt csinálnám, és ö, ö, most bevallom őszintén, és nem egoizmusból, én ezt megoldottam, ezt a feladatot, és sikerült. Úgy csináltam, hogy fogtam egy lapot, és fölrajzoltam így öt darab házikót, és alá gyűjtöttem az infókat, tehát ö, amik kiderültek ebből, és ez alapján próbáltam meg következtetni, és végül kiött a helyes megoldás. Na hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez hányatoknak fog sikerülni. Arra az egyre kérlek benneteket, próbáljuk meg ezt ilyen becsületesen. Jó? Tehát úgy is tudom, hogy a helyes megoldást látva biztos mindenki oda fogja érni, hogy igen, én tudtam, én is tudtam, én is tudtam, nekem kijött, nekem is kijött, nekem is kijött. Nem baj, hogyha nem jött ki, tehát ne érezzétek azt, hogy most ez probléma, hogy ha nem jött ki. Én tényleg arra lennék kíváncsi, hogy hányatoknak ö, sikerült ez a, ez a dolog. Ö, tulajdonképpen könnyen kiderülhet, hogyha nem jött ki, mert végig lehetne kérdezni, tehát ö, ö, végig lehetne venni azt, hogy akkor, akkor na, akkor küldjétek be, hogy melyik ház milyen színű, azokban kik lakik, milyen állatot tart és hogy, mert igazából csak így jön ki a helyes megoldás, hogyha minden egyes dologról kiderül, hogy, hogy mi, a, mi a helyes válasz. Tehát így az összes ház megvan. Hát gondolkozzatok, szerintem egy tök poén kis logikai dolog. Akinek nem megy, itt van a megoldás gomb, lehet kattintani, meg lehet nézni a helyes megoldást és várlak benneteket a megoldás videóban, és legközelebb egy újabb rejtvénnyel várlak majd benneteket! Sziasztok!